az Úr nékem pásztoró. Az alkalmi megemlékezés kezdetén Mester Dániel moholi plébános celebrált ünnepi szentmisét, majd megszentelte az 1944-45-ben ártatlanul kivégzett személyek emlékére állított keresztet és márványtáblát. A megemlékezésen mondott beszédében Plang Zoltán, Magyarország szabadkai főkonzulátusának konzulja hangsúlyozta, az ártatlanul meghurcolt és kivégzett emberek egy pusztító világérzés áldozatai voltak. Élt itt a Vajdaságban mintegy 30 ezer olyan férfi, akik 71 éve nincsenek az élők között, és legtöbbjüknek a pontos nyughelyét sem ismerjük. Ők is valakinek, valakiknek a hozzátartozói voltak, hiányuk ma is fáj a hátramaradottaknak, házastársaiknak, gyermekeiknek, unokáiknak. Világos Tibor, a Vajdasági Magyar Szövetség moholi helyi szervezetének elnöke az akkori és a jelenkori vállalások között kísérelt meg párhuzamot vonni. Feltehetjük, fel kell tennünk magunknak a kérdést, biztosan fel is tesszük imáinkba, hogy szülőföldünk hogy fog majd 10-20-50 év múlva kinézni. Ki fog majd a 44-45-ös áldozatokért, vagy miértünk imát mondani ebben a temetőbe. Ki fog emlékezni, azért fogászkodni, hogy hasonló vérengzés többet nem történhet, ne történhessen meg. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti frakcióvezetője annak fontosságát hangsúlyozta, hogy halottak napján ne csak elhunyt hozzátartozóinkra emlékezzünk, hanem az 1944-45-ben ártatlanul kivégzett magyarokra is. Saját a család halottaink kívül a nemzet halottaira is emlékezünk évtizedek óta, hiszen azok az emberek, akiknek a neve itt a márványtáblán van, és valószínűleg még sokan mások, mártírt halált haltak 1944-ben, 45-ben, azért kellett meghalniuk, mert magyarok voltak. A megemlékezés zárásaként az egybegyűltek elhelyezték az emlékezés virágait, és főt hajtottak az 1944-45-ben meghurcolt és kivégzett magyar áldozatok tiszteletére felállított emlékműnél.